Kedden újabb havazás várható. 2 millió forint gyűlt össze a jótékonysági kispályás foci tornán. Mintegy 238 ezeren látogatták az MMK rendezvényeit. Szerdától olcsóbb lesz a gázolaj. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a D+ televízió híradóját látják. Mintegy 3-8 cm-es hómennyiség hullott a hétvégén városunkban. Sokan ki is használták a felkínálkozó alkalmat, szánkóztak, hócsatáztak. A meteorológiai előrejelzés szerint kedden további havazás várható. A hétvégén országszerte havazott, városunkban is tetemes mennyiség hullott le, mintegy 3-8 cm-es hótakaró borította be az utakat. Mivel hétvégén érkezett meg a nagyobb havazás, sokan kihasználták ezt a szórakozási lehetőséget, szánkoztak, hógolyóztak, hóembert építettek. Igyekeztem kihasználni, unokáimmal lent voltunk, és kicsit hócsatáztunk. Úgyhogy van 9 unokánk, úgyhogy kihasználtuk ezt a lehetőséget. Nincsen semmi komolyabb gond. Tél van, esik a hó. Nem. Kutyus mennyire élvezi? A kutyus az nagyon szereti, hát ugye labrador, és szeret fürödni benne, úgyhogy ha végig megyünk itt a rövid távon, 8-10-szer megfürdik. Mert ők ilyenek, így kell őket szeretni. Úgyhogy nincsen semmi probléma ezzel kapcsolatban. Hát én mentem haverokkal ide-oda sétálgatni, meg barátnőmnél is voltam. És ilyenkor szánkozás, hógolyózás? Hát hógolyóztunk, néha-néha. Megfürdettem mindenkit. Vannak olyanok is, akik otthonukból nézik inkább a hóesést, az ilyenkor fehér köntösbe bújt táj szépségét. Otthon voltam jelenleg, és nagyon jó volt bentről kifele nézni a hóesést, de amúgy kint nem szeretek ilyenkor, mert nagyon félek a sikosságtól. A játék, a havas, síkos utak magukban hordozzák a baleset veszélyét, ezért ha nem vagyunk elég óvatosak, könnyen megtörténik a baj. Kis Miklós, a Dunajvárosi mentőállomás vezetője elmondta, szerencsére nekik nem volt sok a téllel összefüggő balesethez riasztásuk, viszont a baleseti sebészetnél a traumatológián nagyobb volt a forgalom. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján további havazás várható. A várható friss mennyiség az nagyjából újabb 5 cm környékén lehet, nyilván ebben azért lehet kissé, nagyobb, illetve kissé, kisebb hórétek előrejelzések is, tehát ebben van még némi bizonytalanság. Főként amiatt is, mivel utána az átmeneti mónos eső is előfordulhat a magasban lévő enyhülés következtében. Az átmeneti mónos eső ez nagyjából késő délután este környékén lehetne, nem egy számottevő mennyiségben, de abból a szempontból mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy egyrészt veszélyes, másrészt pedig a már meglévő hórétege miatt egy kissé csökkenhet. A gyerekeknek jó hír, hogy ez a hótakaró megmarad, mert mint azt a szakértő elmondta, napközben a csúcshőmérséklet -1 és -2 fok körül alakul. Nagyjából úgy néz ki, hogy szerdán lehet egy kisebb átmeneti enyhülés, amikor fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet a délutáni órákra, viszont az időszak nagy részében azért inkább a 0 fok alatti hőmérsékletek lesznek a jellemzőbbek. A havas csapadékos időjárás fokozott figyelmet, óvatosságot követel az autósoktól. Az aktuális közlekedési helyzetről, a várható időjárásról az útinform.hu oldalon is tájékozódhatnak a vezetők. Hatalmas sikerrel és látogatottsággal ért véget a 17. Karissa Kupa elnevezésű nemzetközi kispályás labdarúgó torna vasárnap este a Dunajvárosi Sportcsarnokban. Vasárnap este véget ért a 17. Karissa Kupa, amelyet itt Dunaújvárosban rendeztek meg, többek között a sportcsarnokban. Az utolsó játéknap okozott bőven meglepetést. Az Erdélyből ide látogató Kézdivásárhelyi Együttes először a tavalyi 3. helyezett GBB-t, majd a Steelworkers-t búcsúztatta és jutott döntőbe, míg a másik oldalról a Mad Dogs gárdája a Lázár Lovas Parkot és a Shell Dunaújvárost győzte le és érdemelte ki helyét a fináléban. Az aranyéremért folyó párharc első félideje kiegyenlített volt, a második félidő utolsó perceiben azonban vezetést szerzett a fővárosi alakulat, akik végül az erdélyiek 5-4-es támadását is kivédekezték, sőt, előnyüket is tovább növelték, így 3-1 arányban győzedelmeskedtek. Végül is nem vagyok csalódott annyira már csapatom, én úgy hiszem, hogy megtett mindent ahhoz, hogy hány tudjunk állni a mai döntőn, viszont én azt hiszem, hogy úgy összesítve én büszke vagyok rájuk, hogy eljutottunk idáig a döntőig, és
egy Dunafehérvasast, egy Sailworkest, egy GBB-t tudtunk bucsúztatni, és úgy érzem, hogy felemelt fővel távozhatunk, úgy annó 17 év után ismét Dunaújvárosból, ahová mindig szívesen jövünk persze. Jó érzés nagyon, mert úgy jöttünk el erre a tornára, hogy mindenféleképpen meg akarjuk nyerni. Ez már az 5. torna volt az évben, ahol voltunk, Török Bálinton voltunk, Püspökladányban, a Sajt Kalmár kupán, a Debrecen tornán meg ezen. A Debrecen torna kivételével megnyertük az összeset, Debrecenben kicsit kisöklottunk, eléggé letört volt a társaság a debreceni a kudarc után sajnos, úgyhogy tényleg úgy jöttünk most ide el, hogy mindenféleképpen vissza akarunk állni a helyes útra és újra tornát nyerni. A nemzetközi megmérettetés idén is több ezer nézőt mozgatott meg, így nem csoda, hogy vasárnap este a szervezők elégedetten és boldogan zárták a háromnapos kispályás labdarúgó tornát. Szerencsére úgy néz ki, megint minden a helyén volt, minden stimmelt. Nagyszerű csapatra érkezett a Budapest Honvéd, mindenki láthatta, hogy egykori hatalmas játékos, akit pályára léptek. Ha összeszámolnánk, kb. 4-500 válogatottsággal léptek a pályára a Budapest Honvéd játékosai, valamint a helyi dunajvárosi játékosok is nagyszerűen játszottak. A Kalisztó kupának a csapatai viszont nagyon kitettek magukért, egyes vélemények szerint idén volt a legmagasabb a színvonal. A Kalisztó kupa évről évre növekvő sportértéke mellett jótékonysági vonala is egyre népszerűbb. Idén, ahogyan arról már mi is többször beszámoltunk, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a kedvezményezett. A Dunaújvárosi Önkormányzat, ahogyan az lenni szokott, most is fő támogatója volt a rendezvénynek, ennek jeléül pedig a befolyt pénzadományt kiegészítették kerek 2 millió forintra. És azt gondolom, hogy a jótékonysági része pedig mindenképpen párhuzamosan ezzel kiemelendő. Ez egyik mottóját, hadd idézzem a rendezvénynek, egy csepp segítség. Ugye ez a Dunaújvárosi Vöröskereszt, tehát a Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének az eszközfejlesztéséhez járul hozzá az az adomány, amely immáron meghaladja a ma esti állás szerint az 1 millió forint összeget. Ezzel azt gondolom, hogy mind a véradók további szervezése, mind pedig azok a nagyon fontos, hasznos célok, amelyet a Dunaújvárosi Vöröskereszt kollégái végeznek. A vasárnapi nap jótékony vonalát erősítette tovább az is, hogy a délelőtt folyamán véradásra is lehetősége volt a csarnokba kilátogatóknak. A többi adománnyal együtt végül összesen 2 millió forintnyi összeget sikerült összegyűjteni, amelyet idén a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete kap majd meg. Január 1-től 2 új, az előző esztendőben átadott gyorsforgalmi és főúti szakasza bővül a díjköteles utak köre. Az E-matrica rendszerben a díjköteles úthálózat hossza a korábbi 1356 kilométerről közel 1380 kilométerre nő. Az egyik az M35-ös, a másik az M4-es autópályát érinti, mindkét esetben a Berettyó-Újfalui részen. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT közleményében arról ír, hogy több ponton módosul a kocsikkal kapcsolatos szabályozás is. Fontos újdonság, hogy a D2 és a B2 kategóriába tartozó gépjárművekre 2019-től a pótkocsikra érvényes jogosultságot is meg lehet vásárolni. A rendelkezés egyszerűsíti az autósok életét, mivel a vontatóra megváltott UD kategóriájú E-matrica segítségével bármilyen vontatmánnyal közlekedhetnek. A Tesco újra hirdette az Önválaszt, mi segítünk pályázati programját, amelyre ezúttal is több száz pályázat érkezett, köztük egy dunajvárosi iskoláé is. A pályázat célja a helyi közösségek jótékony célú kezdeményezéseinek támogatása. November 23-án zárult le az Önválaszt, mi segítünk helyi közösségeket támogató pályázati programunk. Ez az 5. alkalommal került megrendezésre, tehát ez most már az 5. alkalom. Ez alatt az idő alatt az eddigi 4 fordulóban közel 100 millió forinttal tudtuk támogatni a szervezeteket mi is, illetve akik bedobálták az érméket, azok is gyakorlatilag leadhatták a szavazatukat, és az ő segítségükkel támogattuk ezeket a kezdeményezéseket. Gyakorlatilag ez az egész együttműködés, ez úgy néz ki, hogy kiírunk egy pályázatot, beérkeznek pályázatok, és ezután a vásárló döntheti el, hogy melyik számukra a legszimpatikusabb. Tehát január 21-e és február 17-e között szavazhatnak, ez úgy néz ki, hogy a vásárlások után a pénztárnál kapnak zsetonokat, ezt adhatják le az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtőkbe, arra a programra, ami számukra a legjobban tetszik.
Mintegy 900 rendezvény, körülbelül 238 ezer látogató, két elnyert pályázat, kiállítások, vetélkedők, szórakoztató rendezvények, egy a térségben is egyedülálló népmesepont megnyitása és könyvbemutatók. Rendkívül mozgalmas és nehéz, de annál eredményesebb év van a Munkásművelődési Központ mögött. Kovács Rózsa, az intézmény vezetője televíziónak értékelte az MMK 2018-as esztendejét. Március első hétvégéjén több dunaújvárosi család döntött úgy, hogy a gyerekeikkel együtt kilátogatnak a Munkásművelődési Központ családi napjára, hogy közösen alkossanak húsvéti díszeket. Hát ilyen kis kakast csinálok. A 13 családi nap mellett az elmúlt évben az intézmény profilja több szempontból is megváltozott. Emelkedett például kis közösségeinek száma, és ugyancsak 13 nagy sikerű gyermekeknek szóló tábor tudhat maga mögött. Ilyen volt például a boszi vagy a nyári napközis tábor. Ezek mellett pedig a már jól megszokott kiállítások, vetélkedők, szórakoztató rendezvények és könyvbemutatók színesítették a programpalettát. 238 ezeren látták a programjainkat, ebből 223 ezeren itt bent az intézményen belül, és ugye a maradék 15 ezer látogató, az tulajdonképpen, ha vesszük a Trianon Fesztivált, amiben a Vasas Tánc Együttesünk ugye szerepelt végig, vagy a Vasas Karácsonyokat, tehát intézményen kívüli rendezvényt is, ugye, mert ebben az évben nagyon sokat voltunk tájoláson, külső rendezvényeken, tehát mindenféle rekordot megdöntöttünk. Az intézmény vezető azt mondta, a 2018-as év legkiemelkedőbb eseménye a szeptember 1-jei Csupa Csoda Birodalom népmesepont megnyitása volt, amely egyedülálló a térség életében. Tehát nagyon sok munkánk volt benne, nagyon sok szellemi tőkét raktunk bele, de azt hiszem, hogy megérte, mert szeptember 1-jével megnyitott a népmesepont. Nagyon kedvelik a szülők, szeretnek hozzánk járni, tehát minden délután nyitva van a népmesepont. Most már erre azért reméljük jobban figyelnek a szülők. Születésnapokat, gyerekzsúrokat tudunk rendezni benne, tehát egy teljesen új profilunk született, egy kulturált körülmények között gyermekrendezvényeket tarthatunk. Kovács Rózsa kiemelte még azt a két pályázatot is, amelyeket sikeresen elnyert az intézmény. Nagyon nagy sikerként érjük meg ugye a 80 milliós támogatást, amit a népmesepontra kaptunk, ami ugye természetesen elhatárolt, meghatározott programokra 3 évre van leosztva, tehát ezzel úgy kell gazdálkodnunk, hogy ez 3 évig. Két új munkatársat vettünk föl a népmeseponthoz, tehát hála Istennek bővült a létszámunk. Aztán a kollégáimnak köszönhetően a Vasas Tánc Együttes a Csóri pályázaton szintén célzott pénzként nyert 4 millió forintot. Hozzátette, a 2019-es esztendőben sem dőlhetnek hátra, hiszen rengeteg megvalósítandó tervük van, annál is inkább, mivel a Munkásművelődési Központ idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, és ennek szellemében változatosabb és minőségibb kultúrát szeretnének közvetíteni, fogalmazott az intézmény vezetője. Az év elejé üzemanyagárak csökkenése után ismét olcsóbban tankolhatnak az autósok, jelentette be az MTI piaci forrásokra hivatkozva. Szerdán 4 forinttal csökken a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. Az év elejé már zuhanásnak számító 10-10 forintos árcsökkentés után ezen a héten is tovább csökkennek az üzemanyagárak. A MOL bruttó 4 forinttal mérsékeli a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, míg a 95-ös benzinén nem változik. A mérsékléssel a dízelért literenként csak 371 forintot kell már fizetni. Bár a 2018-as évben leginkább drágult az üzemanyag, most nagy öröm, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan olcsóbban tankolhatnak az autósok. Az nagyon jó, különben, hogy tovább csökkent, de nyáron is jó lenne, amikor a szezon van. Nem csak télen. Azért, mert télen nincs olyan forgalom, azért csökkentik. Nyilvánvaló, ezt mindenki tudja, aki tankol. Akinek saját kutya vagy kocsija van, az tudja, hogy ez miért van. Nincsen kuncsap, nincsen, aki tankoljon, ugye? Kevesebbet tankolnak, kevesebbet használják az autót.
A benzinára 2012. április elején érte el a csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Dunaújváros területén most 330 és 380 forint közötti árakon tankolhatnak. Az autóvezetőknek egyébként érdemes odafigyelniük, hiszen a töltőállomások árai között akár 50 forintos különbségeket is tapasztalhatnak, míg itt bent Dunaújvárosban a város területén belül 330-360 forint közötti árakat tapasztalhatnak az autóvezetők, addig az autópályák mellett akár 400 forint is lehet az üzemanyagok ára. A D+ TV híradóját Főczer Amona tudósította. Kérem, most tekintsük meg kiemelt híreinket még egyszer, röviden. Kedden újabb havazás várható. 2 millió forint gyűlt össze a jótékonysági kispályás foci tornán. Mintegy 238 ezeren látogatták az MMK rendezvényeit. Szerdától olcsóbb lesz a gázolaj. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentés következik Főczer Amónával, majd Hírplusz című műsorunkban Kovács Rózsa intézményvezető összegzi a Munkás Művelődési Központ előző esztendejét. Ezután a Sportváros című magazinunkat is megtekinthetik. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, kedden újabb havazás érkezik. Kedden újra több felé készülhetünk havazásra. A Dunántúlon havas esőre, esőre helyenként ónos esőre válthat át a hó. A déli szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, emiatt pedig hófúvás is lehetséges. Az erősen fagyott éjjel követően délutánra mínusz 5 plusz 4 fok várható. Keleten lesz hidegebb az idő. Szerda hajnalban több helyen hullhat vegyes halmaz állapotú csapadék. Napközben szorványosan fordulhat elő csak kisebb havazás, hózápor, a Dunántúlon havas eső, esetleg egy-egy zápor is. Többfelé élénk lesz a légmozgás, délután mínusz 1 plusz 5 fok valószínű. Amennyiben önök is rendelkeznek Dunaújvárosban készült képekkel, osszák meg velünk, hogy színesebbé tehessük időjárás jelentésünket. Várjuk ezeket a dplusztv@gmail.com e-mail címre, vagy televíziónk Facebook oldalára. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!